Itt van velünk Bíró Ica, egyenesen a tetőről. Jó, mondjuk nem most jöttél a tetőről, szóval, de amikor olvastam, hogy fenn voltál egy tetőn, úgyhogy innentől kezdve ezt tessék elmesélni, hogy hogy kerültél fel egy tetőre. Szia. Macska forog, bádog tető. Igen, igen. Meg jó, hogy nem a falvédőről jöttem, igaz? Bár már ott is voltam, még hímezve. Ez egy fotózás volt. Te tetőn? De igen, 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 ráadásul nem is először, nálam a tetőn, igen, nem olyan nehéz oda fölmenni, tehát egyáltalán nem veszélyes, hiába tűnik úgy, egyáltalán nem veszélyes mutatvány, simán fölment, míg a fotós is természetesen feljön. Muszáj volt neki. Igen, egy nyár, ja, itt van, igen. És azt mondod, hogy nem veszélyes. De nézd már, hát az élén állsz. De akkor nem olyan meredek ez, nem tudom, szóval nem egyáltalán nem próbáltam meg lebeszélni? Nem, egyébként ez másodjára fordult elő, ugyanazzal a fotóssal egy vagy két évvel ezelőtt. Kerestél már egy olyan fotóst, aki ilyen kihívásnak abszolút. Igen, egy újságnak készültek a képek, egyáltalában nem volt olyan veszélyes, és jó a háttér, szóval olyan, ja, ez egy jó terep arra, hogy itt fotózgasson az ember. Volt, hogy még a tűzijátékot is innen néztem, teljesen kényelmes a tető. Hogy fordult meg a fejedben először ez a gondolat, hogy te felmerészkedj a tetőre? Vagy ez úgy, ha látnánk a házat, akkor így gyakorlatilag adja magát? Igen, tehát van egy ilyen normális felmenet egyébként, igen, így mezitláb szépen oda föllépegetek, és ott már nincs veszélyhelyzet, na szóval nem egy veszélyes, azért én nagyon-nagyon veszélyes dolgot nem vállaltam volna be, de én úgy éreztem, hogy ez... Pedig te benne vagy ilyen bulikban. Igen, igen. Pont ezért szeret egy fotós téged, ugye, vagy szeretett annó is, mert hogy mindent bevállaltál, ami... Hát azért nem mindent vállaltam be. Már normál keretek igen, között. Igen, igen, de nem ijedtem meg. Tehát valaki azt hiszi, hogy ez a fotózás művészete olyan könnyű. Nem. Tehát amikor ülök egy ilyen kanapéba, és akkor el kell egy olyan poszt csinálni, hogy mit tudom én, tehát hasizom, és mindenféle izmoknak dolgozni kell, tehát ez egy szakma. Én egyébként ezt imádom tanítani is. Egyszer volt egy fotózás, amikor én... Itt azért még a parketta biztonsága mellátom meg volt. Igen, igen, igen. Hú, de jó régi képeztem van azt, amit elállhatjuk, nem tudom. Hát, már volt kislányom, azt tudom, és Varga Évi barátnőm csinálta a ruhákat, és akkor az egy ilyen fotózás. Ezzel a derékkal már volt kislánya. Igen, igen. Szóval pont erről akartam mesélni, hogy egyszer egy fotózást nem vállaltam. Igen, ez egy szép esküvői ruha, szintén Évi kreáció, gyönyörűen volt, és jó, fantasztikus volt. Szóval régi szépen millió emlék és millió történet. Erre azért emlékszem pontosan, a MTI, nagyon sokat dolgoztam a Magyar Távirati Irodának, és hívtak a fiúk, hogy biciklit kéne, egy, nem mondom ki a nevét, lehet, hogy már nem is létezik a cég, de ilyen kerék reklám, és egész Európában avval tapisztázták ki, majd később a utcai nagy poszterek voltak, és mondtam, hogy ne ragudjatok, most én ezt nem tudom vállalni, egy, nem tudok biciklizni. Hány éves voltál? Akkor még nem, hát már nagy voltam, illetve most pontosan mondom, hogy éppen áldott állapotban voltam, három hónapos volt a pici a hasamba, és mondtam, hogy most ez veszélyes, egy, azért nem tudok biciklizni. Olyat akartak, hogy igaziból teker az ember egy kicsit lejtős úton, mondom, ez kizárt, mert ugye most már nem csak magamra kell vigyázni, hanem a bébire is, ugye ezt neked nem kell mesélni. Ilyenkor már nem biciklizünk. Ilyenkor nem biciklizünk, főleg, ha nem tudunk, és akkor már megcsinálták egy csomó modellel, nem tudom, 10-15 lányjal megcsinálták, még azt is tudom, hogy valamelyik össze is törte magát, és hát nem azt mondom, hogy sírva, de egy-két-három hét múlva felhívtak, hogy Ica, nem sikerült senkivel, a cégnek nem tudtuk megcsinálni, gyere mégiscsak. De mondom, értsétek meg, hogy én nem. Azóta nem tanultam meg biciklizni. De megtanultam, nagy finak köszönhetem, a azt mondta, hogy egy metálédi olyan nincs, hogy ne tudjon biciklizni, úgyhogy most már tudok biciklizni, bi-bi-bi. Na, de később tanultam meg Balatonon a sík terepen. Na mindegy, lényeg az, hogy... Ez az, igen, igen, ez az a kép. Itt három derék. Ott behajolás izmos. Azért rendesen. De figyelj, itt fogják a biciklit, ez egy műtermi kép. Jó, azok, három hónapos terhes vagy a képen. Igen, látszik a melleimen látszik. Dehogy látszik. Hát, ez a profizmus. Nem, akkor még nem volt retus, igen, akkor kicsit így forgattak, és alul hárman fogják, így fogták a biciklit, azt mondja, Ica, mosolyog, gyorsan meg kellett csinálni, bár még egy biciklire ráültettek utána, azt mondták, hogy ez nagyon jó lett ez a kép, meg is vették, na ez az a cég, ugye, nem mondtam ki, és ez állítólag tele volt vele egész Európa nagy plakátokon, én nem láttam sajnos, akkor ugye babáztam, mire ugye ez megjelent, de ez egy emlékezetes kép volt, de volt számtalan olyan, hogy mit tudom én, a Szalajka patakba álltam, és aznap még jégeső is esett, és nekem ott kellett ilyen
ilyen vizes, cuccos képeket csinálni, szóval volt egy-két veszélyes. De hát megéri, dolog. Annyira gyönyörű vagy, hogy elkezdtem. Jaj, köszönöm szépen. Hát ez rég volt, ugye? Hát jaj. Utoljára erre a képre nézve, lett volna az utolsó gondolatom, hogy tudsz-e biciklizni vagy sem, de hát... 85-be készült. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a történetet megosztottad velünk. Úgyhogy amikor az ember ilyen állapotban van, akkor vigyázzon magára. Én egyébként akkor még tornázni se tudtam, és úgy gondoltam, hogy majd hát utána. Nem is, ahogy rád néz az ember, nem is nagyon kellett. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.